Sziasztok! Ez itt az Újpest Központ Podcast. Lukovics Andrással és Fekete Balázsral. Vége a téli szünetnek, és 2024-ben először találkozhatunk, úgyhogy mindenkinek boldogabb új évet, mint amit eddig tapasztaltunk. Azt hiszem, ezt elmondhatom. Sem a felkészülési mérkőzések, sem az átigazolási időszak nem úgy zajlott, ami túl sok jóval kecsegtetett, és valóban nem is állunk ebbe a pillanatba túl jól. De mielőtt ebbe belekezdenénk, egyrészt iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, meg kövessetek minket Spotify-on. És a social media És a social médián is, igen. E, és az, mielőtt, mielőtt belekezdenénk az aktuális helyzet átbeszélésébe, felolvasna a Feka egy igen kedves levelet, amit még tavaly év végén kaptunk, mert hogy ez ilyeneket annyira jó olvasni, úgyhogy nyugodtan írjatok ilyeneket bármikor, hogyha ezt érzitek. Igen, kaptunk, a... kaptunk egy levelet Amerikából. Egy kedves szurkoló fel is olvasnám. Sziasztok, srácok! Hatalmas köszönet, köszönet a podcastért. 20 éve élek az államokban a családommal, jelenleg denverbe, és nagyon szeretem hallgatni a podcastotokat, és mindig várom a következőt. A családom 1930-as évek óta újpest szurkoló. Én személy szerint minden meccset tévén nézek, de sajnos tévén nézek, de sajnos csak egy évben kétszer jutok haza, hogy élőben is kimehessek a megyeri útra a régi cimborákkal. Hatalmas tisztelet nektek, hogy ilyen nehéz időben sajnos már évek óta csináljátok magas színvonalon becsülettel a műsort. Tisztelettel, Csikány Mihály. Utóirat, és itt van egy videó belinkelve, ahol a kislánya 2022 őszén a videóton ellen elvégzi a kezdőrugást, mint ötödik generációs új szurkoló. Szóval köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük, ez, ez igazán jó esett, és valóban nehéz időket érünk. Azt az szer, fő szer, fő szer ennyi volt a jó hír már. <laughs> nehéz időket élünk itt hétfő este. Ja, igen, hétfő este zajlik a, a műsor felvétele, tehát február 5-ét írunk. Szóval ahhoz képest, hogy ez a műsor adásba kerül, lehet, hogy lesznek újabb fejlemények, az esetleges tulajdonosváltással, vagy bármivel kapcsolatban. Erre most így hétfő este, amikor itt tartunk, nem fogunk tudni reagálni azonnal. Azonban minden, amit most tudunk, majd a műsor végén átbeszéljük. De haladjunk vissza. Haladjunk. Haladjunk. Szóval, az elejétől. Haladjunk az elejétől. Szóval, mint mondottam, sem a felkészülési meccsek, sem az átigazolási időszak nem, nem úgy alakult, szerintem, ahogy mindazt vártuk egy ilyen nehéz ősz után, mert bár az eleje rendkívül kecsegtető volt, a vége egészen végtelenül elkeserítő. És akkor idézzük is fel, azt hiszem, ez a része jön, hogy január 9-én mit mondott az a Nebo és aki azóta már az MTK meccsen lévő fiaskót követően, kijövök ebből a mondatból? Igen, igen már, már megígérte, hogy lemond. Na, de mit, mit mondott január 9-én? És ezek fontos szavak a jelenlegi helyzetben. Megjegyzem, egyébként, hogy, hogy tehát a kommunikáció az továbbra is kiváló a klub honlapján. Tehát az egész felkészülési időszakban ezt az egy interjút kaptuk az edzőnktől, amiben konkrétan öt kérdés van. Egy, ennyit sikerült produkálni. Tehát, hogyha mondjuk valami változtatni kéne, majd a jövőben, hát annyi akkor, minden akkor, akkor a, a média, média csapat lenne az egyik, akit akiket, uh, kicsit fel kéne turbozni, illetve tartalmakat gyártani, stb. stb. Nem tudjuk, hogy mit, mit lehet nekik és mit nem. Ez is nyilván benne hát, van persze. ebbe az egészbe. Na de, hallgassuk meg, hogy január 9-én mit mondok. Okay. Szóval ez volt a címe az interjúnak. Az érkezők oldalán négy 5 valóban minőségi játékosra lenne szükségünk. Ugye, egy, mennyi, egy ilyen felütés. Mennyire, mennyire komikusan hangzik ez egyébként február 5-én? A kurva életbe. Igen. Bocsánat. Igen, ez igen. Szóki Felkészülésre szállítunk. Ugye a legfontosabb, la, la, la a keretet újra fel tudjuk frissíteni. nyárót tesz az első átigazolási ablak, hogy át, átalakítsuk a keretet. Növelnünk kell a minőséget, mert ez most valóban hiányzik. Um, ezt a hiányt egyetlen átigazolási időszakban nem tudtuk pótolni, nem tudtunk mindent megváltoztatni azokon a posztokon, ahol ez erre szükség lett volna. Milyen pozícióban számíthatunk változásokra? A Az védelemben, a igen, a védelemben mindenképpen szükséges. Hát ezt... Há majd el is mondom, hogy okay. egyébként ez mennyire sikerült. <laughs> Nagyon sok volt. Igen, nem csak... Igen. Tehát ezen kívül a középpályán és a távadók között is. Tulajdonképpen mindenhol amit kiemeltem, az az, hogy már elvileg megvan meg a, listájuk arról, hogy kik a távozók, vagy kik azok, akik távozhatnak, ha mindenki számára megfelelő ajánlat érkezik, bár ez nem lesz egyszerű. Az érkező oldalán négy öt valóban minőségi játékosra lenne szükségünk. Hát igazából a távozók azok meg is valósultak nagyjából. A másik fel az annyira nem. Négy ellenfelünk lesz Törökországban. Mi a legfőbb cél ezeken a találkozókon? Ugye azt már tudjuk azóta, hogy három meccsünk lett négyből. Formába lendülés, több lehetőséget kapni a bizonyításra a kevésbé játszóknak, illetve abban reménykedett még akkor, hogy néhány új játékos is megérkezik időben, és esetleg be tudnak csatlakozni már az edzőtáborba. Hát ez nem jött össze azon is dolgozni fogunk, hogy más stratégiát alkalmazunk a fiatalok bevetése kapcsán, hogy az eredményesség és a pályán töltött idő megfelelő egyensúlyban legyenek. Oké. Okay. Mennyire hiányzott Matthias Juhics a pályáról? Hmm. És ez egyébként elég beszédes, hogy az öt kérdésből kettő róla szólt. Tehát hát szerintem itt valami, valahogy kicsit ilyen nagyon nagyon sokat várnak tőle. Ahhoz, kép, ahhoz képest, hogy az első itt tartózkodása alatt, egyáltalán nem... Semmit nem mutatott. Engem meglepett, amikor visszatért, hogy akkor mennyire jó volt, igen, de minden. ez már a múlti. Igen, nagyon, igen, tehát nagyon fontos a személyisége, nem csak a góljai, hanem nem csak a gólpasszai, hanem mert igazi vezér a középpályának. Egy olyan labdarúgó, akire bármikor lehetett számítani, és minden esetben felvállalta a felelősséget, és az azzal járó következményeket is. Ez, ez nem tudom, hogy mire vonatkozik sosem keresett kibúgókat. Mikor láthatjuk őt viszont a pályán, már elkezdte a felkészülést, remekül halad a rehabilitációja, kőkeményen elvégezte a kiszabott munkát, és higgyék el, a legfájdalmasabb részeket is szó nélkül csinálta nem hivatkozott mentális fáradtságra. A cél az, hogy egészségesen is minél hamarabb pályára kerüljön, és megérdemli, hogy minél hamarabb felvesse mérkőzésen a meszt. Hát így jártunk január 9-én, uh, és ahogy a Feka is idézte, megemlítette az interjúban, hogy 4-5 valóban minőségi játékosra lenne szükségünk. Azt hiszem egyébként ebben nem tévedett. Igen. Sok minden másban most már azt biztosan kijelentetjük, hogy igen, de ebben nem. Na ehhez képest a távozók és az érkezők listája a következőképpen alakult. <laughs> Távozott közülünk Oliver Jürgens, aki a Dolcban folytatja pályafutását, Györgyen Nikolic, aki a Szira uh -huh. mm, csapatát erősíti tovább, Márten Kunszk, aki a Katowice-be igazolt, Mirosz Koszanovics Ágyazira és Lilim Kasztráti, aki a én ezt mindig Vidzsev Lúdznak mondom, de biztos, hogy nem így kell mondani. Viszont úgy Vidzsev Vidzsev Igen. Na hát a távozók közül egyébként én őt sajnálom a leginkább. Vele kapcsolatban azért mondjuk el, hogy 2020 nyarán érkezett Újpestre, és a jelenlegi szezonban 13 mérkőzésen kettő gólpászt ki. De, hogyha az egész Újpesti tartózkodását nézzük, akkor 98 meccsen lépett pályára, ül a Fehér Mezben. 4 gól és nyolc gólpassz fűződik a nevéhez, és 17 sárga lap. Csak hogy <laughs> <laughs> korrektek legyünk. És azért én sose fogom elfelejteni, és öröki hálás leszek a videóton elleni Magyar Kupa döntőben szerzett góljáért. És ja, azt hiszem, attól függetlenül, hogy elég sokszor hullámzó teljesítményt nyújtott, vagy ez, ez inkább az utóbbi időkre volt jellemző mm -hmm. jobban. De ugye nem tudjuk, hogy mi zajlott az öltözőben, és a többi, és a többi. De hogy én őt kedveltem, mert egy ilyen szimpatikus gyerek volt, meg hajtott is, amikor mm -hmm. jól ment neki, és ja, hát igen, nyertünk, nyertünk vele magyar kupát. Őt, őt sajnálom az összes távozó közül, a, a többiek nem igazán hagytak mély nyomot, vagy amilyen mély nyomot hagytak, az viszont meg rossz. Ö én is így vagyok ezzel egyébként, nekem is, nekem is ő hiányzik a legjobban. És tudom, hogy az új hurkolók között is nagyon megosztott volt az ő játéka, nem, nem mindenki szerette. Ezt, ezt azért így körülöttünk is hallottuk hogy a, a meccseken, hogy ez nem mindenki tapsik volt, amikor pályára lépett. Én ettől függetlenül úgy gondolom, hogy attól, ahhoz képest, hogy egy külföldi játékos volt, és és igazából semmilyen kötődése nem volt az új testhez. Sokszor ő volt az aki, az, aki a legjobban hajtott a pályán, úgyhogy tényleg a testi épségét sem kimélte sokszor. Tehát nem egyszer emlékszem, hogy, hogy bekötött fejjel játszott, elvitta a mentő, eszpéletét vesztette. Ja, Jó, ja. lehet, hogy izé hülye volt néha, meg, meg nem tudom, elszállt az agya, meg, meg, meg ilyen a mentalitása, hogy, beletesz tényleg, hogyha olyan van, akkor oda mert lépni, és, és belement olyanokba, amikor más, 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 más valaki visszaúzza a lábát, vagy ilyesmi. De egy, szerintem egy csupaszív játékos volt. Most jelen helyzetben lehet, hogy mondjuk szükség lett volna rá. A Jürgensre csak annyit, annyit mondanék, hogy hogy, nem tudom, hogy tehát ő is egy olyan játékos, aki majd, szerintem elmegy a dacba, és elkezdi lőődözni a gólokat. Valószínűleg igen. De ez meg, ez, 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 meg szakmai kérdés, vagy hozzáértés, vagy hozzá nem értés. Hát igen. Valószínűleg a DAC nem azért, nem azért igazolt el, mert, mert, nem lát benne semmit. Igen. Annyira van szemünk egyébként ezek a játékosokhoz, hogy leigazoljuk, viszont nem tudjuk belőle kihozni a maximumot, szerintem. Hát jó, de hát nézzük meg majd a, a, a tavasz végén, hogy, hogy Lehet, ő, hogy, ő, hogy nem egy jó játékos, hogy gyürgez. Tehát most ez elképzelhető lehet, hogy, lehet, hogy a Nebo is azt, azt, mondta, hogy annyira nem jó, Tudod, nem üti meg a, azt a szintet. Tehát neki is van egy elképzelése, gondolom, a, a, keretről, akár így, akár úgy, természetesen. Tehát lehet, hogy azt hitte, hogy jön két csatár, és akkor rá le nem lenne szükség a se. De, 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 érted, a, a Dac meg elvitte. Tehát. És, és a Dac meg egyáltalán nem egy rossz csapat. Igen. hát, hát a, a Nikolicsról Szerintem azt inkább hagyjuk. Hát az az igazság. Ú, írjátok már meg, hogy szerintetek szerint, ki volt az utolsó jó Újpesti kapus? Aki úgy igazán jó volt, De nem érzelmi mm. alapon, hanem aki jó kapus volt. Téged is hallgatlak. Most, most mondhatom? <laughs> hát szerintem Balajca. A Balajca Szabolcs igazá, Igazán jó? Tehát hogy igazán jó? A Balajca Szabolcs, olyan jó volt. Most mondjam a Brockhauser? Nem, nem. a <laughs> Brockhauser nem A Brockhauser, a nem, mond <laughs> a Brockhauser nem mond mar. Ennyire nem menjünk vissza az időbe. Roland Praj. Na jó, nem nem. nem. nem, tudom, de egyébként igen, ez egy örök, örök hát most probléma. Akkor még volt hogy ugye ez a Balajca blaszák posza, ez a vonulat. Fú, de régen Bíró volt Szabolcs. ez is. Ugye, tehát hogy i i ilyen kapusaink voltak. Hát e ezekhez képest azért egy is például ezekhez képest azért a mostaniak nem, nem annyira. Nem, felmondani. nem, nem. Tehát, hogy mondjuk őket egy jó erős közepesnek, vagy átlag fölöttinek mondjuk, hát azért ez most így nincs meg. Ez a nem, nem igazán van meg. Nem. És egyébként valamelyik fórumon olvastam, miután eszembe nekem így hírte, hogy uh, ja, amúgy kapus mi, mi a, mi, a helyzet, mert hogy azért évek óta, mintha hogyha irgalmatlan nagy hogy gondban lennénk ezen a poszton, és... Hát, és kapus edző azzal dolgozik, aki, akit kap. Ja, Tehát, Megjegyzem egyébként a Molnár személyében, hát utánpótlás válogatott kapusunk van. Megjegyzem a Bana is utánpótlás válogatott kapus volt anno. Aztán ez kinőtte. Tehát ez, ez, mondjuk még nem feltétlenül jelent bármit is, de tehát elvileg ott van az alapanyag, amiből lehetne dolgozni. Na és akkor ezek voltak a távozók, és akkor nézzük az, meg az érkező oldalt. A négy, az érkező oldalt, nem, a, tehát a négy az, öt, valóban minőség, nem, mert hogy egyébként ketten vannak, hiszen Uram, Gensler Gellért, profi szerződés kapott, egy újabb kapus. Ez, ez mindig jó dolog. Nem, nem tudom pontosan, hogy mennyi lehetőséget fog kapni, mert azt hiszem ez szokott a probléma lenni, hogy, hogy én legalábbis ezt látom az elmúlt sok-sok évben, hogy igen, hozunk fel az utánpótlásból fiatalokat, és egy csomó mindenki aztán soha az életben nem kap lehetőséget. Igen. Nem, nem, nem biztos, hogy ez a, ez a, ez a jó irány. Hát kapusposztan egyébként elég mélyek vagyunk, tehát négyen vannak. Ja, és akkor még jött a bidoka. Szóval a Transfermarkt 275 ezer euróra értékeli az ő árát, de hogyha lehet hinni a sajtóértesüléseknek, akkor mi csak 100 ezer eurót fizettünk érte. Ez is egy érdekes kérdés, ugye, hogy hogy működik a transfer már, hogy működik valóban a piac. De, hát mi tudjuk, hogy hogy működik. De, mi tudjuk, hogy hogy működik minden esetre. A 275 ezer eset gyereket azt elhoztuk 100 ért Ö, Ő Albán, az FK Tiranától érkezett. Az, eddig, az elmúlt őszi szezonban 18 mérkőzésen lépett pályára, ahol egy gólt és kettő gólpaszt jegyzett. A karrierje során a kívül játszott még a HNK goricában, csak elolvasom, és a Honvédban, amivel ugye kiesett. <laughs> Reméljük, hogy nem kabarából hoztuk. Fú, te jó ég. Egyébként, <laughs> ez, ez lesz. egyébként 26 éves szélsővédő, és régebben egyszer nyert bajnokságot Albániában, és Albán Kupa győztesnek is mondhatja magát, és hétszeres Albán válogatott akár mekkora is fokmérője ez a világnak. És hogyha azt kérdeznétek, hogy hányos mezben fog pályára lépni, a megoldás a kettes. <laughs> Róma, ez a római <laughs> ja, ja, És eddig ennyi. Itt itt tartunk az átigazolási időszakban úgy... úgy... Jó, még annyit, annyi, még a Dokáron, én is elmondanék, hogy én is utána olvastam valamennyire, kétszer fizettek érte pénzt, csak mondom, hogy a Honvéd 300 ezeret fizetett érte még annó. Mekkora, a biznisz, biznisz, csináltunk. Nagyba voltak még annó. Én egyébként nem annyira emlékszem rá a, a Honvéd. Én emlékszem. A, bevallom férfiasan, nem annyira figyelem a Honvéd meccseit. Én emlékszem rá. És, és milyen emlékeid vannak? Hát annyira nem vagyok benne mély nyomokat. Emlékszel rá, de halványan. Hát a, annyira emlékszel rá, mint a kieső Honvédre. Tehát, mm. tehát a névről megvan. névről megvan, de hát nem úgy, tehát emlékszem rá, hogy kiemelkedett volna abból a csapatból. Amelyik kiesett. Igen. Hát igen, de a kieső csapatból fölfelé lúgni sem feltétlenül annyira jó, de ettől függetlenül én mindenkinek szurkolok tiszta szívemből, aki az Újpest mezt húzza magára, szóval Dokát is Isten hozta Újpesten, és remélem élete legjobb szezonja lesz Élete eddigi legjobb szezonja lesz, a 23-24-es idén tavasza. Szóval itt tartunk. Azt tudjuk, hogy meg is vettük, ugye? Szerződés hossza. Mm. Azt, azt nem tudjuk. Jó, oké. Okay. Azt nem tudjuk. Akkor most beszéljünk a felkészülési meccsekről? Mm, Vagyarul, nem nem. A, 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 csak, fel. csak hogy mi, mi előzte meg az MTK elleni összecsapást? Okay. Próbálunk próbálok ívet adni ennek az egésznek, ami történt télen. Szóval elutaztunk Törökországba, remélhetőleg közvetlen járattal, nem úgy, mint a közép kalandjai során, amikor le kellett szállni, tankolni, stb. 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 Mindegy, az első meccsünk az január 12 volt, Újpest, Seppsi, aki normál hatodik helyezett per pillanat, egy acélos 0-0-át játszottunk, most a kezdőcsapatot felsoroljam, vagy hmm. szinte fölösleges. Mindegy. Akkor még Nikolics volt a kapuba. Többéket nem mondom. Csak felsorolt? <laughs> Igen. Az ellenfél edzője volt szövetségi kapitányunk, Ben Stork. Volt egyébként. Hát sok minden nem történt. Küzdelmes mérkőzés. Az utolsó percekben talán volt egy említésre méltó mozzanat amikor is egy kétséges 11-eshez jutott a Sefsi csapata, amit, amit, amit Nikolics oldalra tolt, majd a partjelző intett, mivel nem volt egyértelmű, hogy a Sefsi Szentgyörgyiek játékosa vagy a mi kapusunk mozdult először, idő előtt. És a, a kipattanó után azonban a riválisunk betalált, erre a játékvezető gólt, intett. Hosszas reklamálás után végül a meccs vezetője úgy határozott, megismétli a rugást. ám Ben Stork nagyon korrekt módon jelezte futbalistájának, hogy ne éljen a lehetőséggel, így ő Nikolics kezébe emelte a játékszert. Idéztem a klub honlapjáról. Nem ez volt az a meccs, ahol a Nikolics azt, azt, javasolta, mindenki, hogy mindenki le a pályáról? De. Egy barátságos felkészülési mérkőzésen. ezt egyébként ezt mindenki egy kicsit gondolja végig, hogy egy barátságos felkészülési mérkőzésen az az ötlet támad, hogy vonuljunk le a pályáról. Nem baj, mert mostanra egyébként, ahogy az imént is mondtam, már a Szilaszpor csapatát Én. erősíti. Neki sok sikert kívánok. A kurva életbe. Másodszor mondom ezt. Igen. Az volt a tervünk, hogy mindenki 45 percet játszik, de sajnos volt a kisebb sérüléssel vagy betegséggel bajlódó játékosaink így néhány embernek több időt kellett pályán töltenie. Az viszont jó hír, hogy senki nem sérült meg a találkozón. A sepsi jóval erőlebb jár a felkészülésben, jövő héten már bajnok itt játszik, így a jobb állapotban van, mint mi. Kevés munkát végzünk, ilyenkor nem könnyű érkezéseket játszani, ennek ellenére sok minden tetszett a játékunkban, de számos dologban még kell még javulnunk. Nyilatkozta vezető edzőnk a találkozó után. Ez igen. Ezután következett január 16-án az Újpest Csernaborec Ogyessa mérkőzés az ukrán 8. ellen, amelyet 3-1-re nyertünk, egy újabb kapussal, ezúttal Molnár védte az újpesti hálót. <laughs> 8. percben már előnybe is kerültünk, egy labdaszerzés után Ambrose lőtt a hálóba. Ezután fél óra elteltével jött a második, egy remek támadás végén szöglethez jutottunk, a sarokrúgás pedig Ánculász intott a gyönyörűen a hálóba. Nem sokkal később háromra növeltük fórunkat, amikor Mák erős löketét védte be az ukrán kapus, ezzel pedig kialakult a félidei 3 0 eredmény. Igen, utána kaptunk egyet, 53. percben, és utána a mezőnyert volt, igen, eldugtuk a labdát, vagy nem, de három egy lett a vége. Megjegyzem, a ukrán bajnokság három hét múlva kezdődik, szóval amikor az előző meccsen arra hivatkoztunk, hogy ők előrébb járnak, még mi még mi már elkezdtük, Két-három Jó, hét hét. Két, igen, tehát, hogy néha nem azért nevet ezeken a dolgokon, mert hogy így vicces, hanem inkább azért, mert siralmas. Hát nem? kínunkban. Persze. Igen. Szóval, hogy ezt azért remélem mindenki tudja. Majd következett január 19, ahol a Macelon 5. FK Gosztivár ellen léptünk pályára, és 2-1-es győzelmet arattunk. Ezúttal Banai volt a kapusunk, és a nyolcadik percben, mindig a nyolcadik percben lövünk volt, egy szép kihozatal után Paujevics húzott el a jobb oldalon, tökéletes beadását pedig Börsel fejelte a hálóba. Igen, kemény játék volt, engedték a férfias küzdelmet, a fél időben egy nugra vonultunk pihenőre. Majd a folytatásban egy szerencsétlen góllal kiegyenlítettek az észak-macedónok. Az 55. percben Paujevic hazadása a szeles időjárás nem elhanyagolható közelműködésével a kapunk bal alsó sarkában kötött ki. Igen, aztán volt egy mörsel kapufa, és fokozódó nyomásunk a 78. percben érett újabb gólá, amikor is egy tetszetős támadás végén a cserekén pályára lépő Simon lőtte ki a jó felsőt. És igazából ennyi is volt. Ja. Kettő-egy, még a soroksára játszottunk egyet. Igen. Ahol kikaptunk. Ja, igen. 1-0. 2-1. 2-1. A 1. 1. -1, valami még, igen. még kikaptunk itt hol. Igen. A törökországi kalandjaink ezzel zárultak egyébként. Lett volna még egy Wuppertal elleni meccs, ami elmaradt. Ja. Szóval, egyébként ezek voltak az előjelek az idény kezdetre. Ilyen felkészülési mérkőzések, ilyen átigazolási politika. Lehet ezt annak nevezni. És akkor eljutottunk múlt péntekhez, amikor ezt a mondatot felírtam, mert ez olyan jól sikerült, annyira, annyira klisés, hogy. Három, az az NB egy tavaszi szezonjának nyitó meccsén a 9. újpest, a 6. MTK otthonába látogatott. Ezt írtam fel. Na jó. A, a, kezdő, a kezdőnk annyira borzalmas volt, hogy arra szavakat nem találok azt hiszem. Bár legyünk őszinték, ezektől a játékosoktól elég nehéz túl sok mindent el. Tehát, hogy igen, mi szurkolók vagyunk, nekünk, nekünk nagyon fontos ez a klub, meg az, hogy győzzünk, de tényleg az, hogy a Jevtovski és a Lukamak szűr, onnan azért tudhatod, hogy így egy ponton megáll a tudomány. Igen. Sok jóra ne és, és És az a pont, az sajnos nem, nem, nem a Lelátomban, hanem hogy ők, ők lesznek bajban. Na ennek megfelelően, vagy nem megfelelően, egyébként ezt, ez nem az indulám lesz, a lelátón hallottam, de ez jó duma volt, mert volt szerencsém, szerencsém. személyesen megnézni ezt az összecsapást, hogy a tavaszi szezon uh, 20 percig volt jó és kurvára igaz. A bebelegítés. Igen. E, egyébként volt egy darab brankó lövés, ami egész jól sikerült, és ennyi. Ez volt a, a lendületes vendégcsapat támad hangulat, és aztán a, a 21. percben egy Antonov, Antonov pontrógás pont után hely, ezt állítólag nem így kell mondani, feját volt nekünk. Igen, így mondják a tévében is. De valaki mondta, hogy gejnek kell mondani. Ki mondta? Mit tudom én? Hely Viktor, nem? Igen, szóval fejed A lényeg, gold, 36. percben Antonov újabb beadása után Júrina is gólt fejelt. és na itt jön az érdekesség. Tip hop, Júrina, aki bosnyák, ezt is megmondom neked, élete hányadik gólját szerezte az Újpest ellen? 6. 5. De jó, szóval, szóval Júlina szeret velünk találkozni, és általában meg is büntet minket. Az ő újabb fejesével, 2-0-ás eredménnyel vonultunk szünetre, ahol aztán a, a tábor fele úgy döntött, hogy ott hagyja a lelátót, és hogy irány a székház, erre is majd kitérünk a későbbiekben. Uh -huh. Férfiasan bevallom, hogy uh, mi azok voltunk, akik ott maradtunk, mert nem, nem, mert nem tudom egyébként, hogy miért pontosan ta, talán, talán valami bizakodás. A talán, hát Vagy mazoizmusból, vagy valami, valami bizakodás, még a látottak ellenére is volt bennem, hogy hát, ha történik valami. Jó, tudom, utólag Aha. visszagondolva, nyilván összfüggé hangzik, de abban az esetben érdeklődésre az, hogy így, hallgatlak. Hát, ha történik valami, de nem történt. <laughs> Mondjuk ezt azért így Elmondtam volna neked is a fél hogy Olyan. Volt csodára az edes a csapatban. Jó, oké, okay. de most miért nem mondanám el, hogy igen. Jó, én, én ott voltam tovább, rendkívül szomorú volt, szomorú volt az, a, az a csöndes nézőtér, és szerintem mindenkit egy kicsit, kicsit a, akik ott maradtak, azokat is megrángatta ez az esemény, hogy ez történik, hogy kiürült a fél szektor. De, de, igen, de, de ez, ezt, 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 ez, a különbség mezőkövesnek köztünk, érted? Jó, igen, csak azt mondom, hogy mi maradtunk, de folytatódott ugyanaz a kilátástalanság, mint ami az, az első 45 percben volt. És aztán az 58. percben megőrültök, Antonov újabb szabadrugás rugott, és kocsis fejelt a hálóba, így lett 3-0. Egyébként szerintem attól függetlenül hogy fiatal, meg bla bla bla. Szerintem a kapusunk benne volt mind a három van. Ez az igazság. Ez a kibaszott igazság. Hmm. Ja, hát uh, én csak a második fél időt láttam. De az, az, az pont elég volt. Jó, az de amúgy utánpótlás válogatottság ide vagy oda, harmadikat, tehát láttam, a, láttam az első két gólt is, én, a, én mondjuk amit, amit, így mindenképpen nekiadnék, az a harmadik, tehát ott elég csúnyán lesz. Igen, tehát egy nem, 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 ez, tehát egy, ha, ha, így folytatja, akkor ő, ő, sem lesz megoldás erre a pozícióra, az, az igazság. Ja, de, o, de, o, de, ott már egyébként minden kilátástalan volt már esélytelen, nem reménytelen, nem borzasztó nem volt az egész, nézni is nehéz volt. Egyébként ettől a csapattól, tehát így kitől vártad azt, hogy most megrázom magát is verünk hármat. Nem tudom, de egyébként Csobot Kevin például átkozatul messze fog kerülni a válogatottól, hogy így fog játszani. Ez csak úgy mondom, meg a nyáron LB van. Ja, azt mondtuk már, hogy megyünk az elbére. re Ja, igen. Mi megyünk az elbére. az Nekünk vagy jegyünk a svájciak ellen. Hmm. Úgyhogy, ha jöttök Kölnbe, akkor találkozhatunk Kölnben június 15-én. Így van. Állítólag 500 ezer jegyigénylés volt, és 10 ezer jegyet osztottak ki. Na, nekünk van. <gül> <gül> Jó, ezzel már kicsit hat flexeljünk. <laughs> e, és a 90. percben elnézést, elnézést a, a Ingerbobzó <laughs> Csak ez most eszembe jutott, mert egyébként ez viszont meg ilyen örömteli hír. E, szóval a 90. percben még egy szabálytalan gólt szerzett a sashere, de ez, ez már nem, nem osztott, nem szorzott az egészen. És a meccs után nyilatkozott az akkor még vezetőedzőnk, vagy azóta még mindig a vezetőedzőnk? Hát most jelen állás szerint még egyelőre ő az. Igen. Tehát szóval, mi szóval, szóval mit, mit mondott Nebolysa és a a mérkőzés után? Először is gratulálok az MTK-nak. Nem sokat tudok mondani a találkozóról. Miért is tudnál edző vagy? Az első semmiből kapott gól lesokkolt, nagyon meglepett minket, és bár folytattuk a játékunkat, az nem volt elég jó az eredményességhez, főleg a kapu előtti 15-20 méteren nem. A második fél próbálkoztunk, de komolyabb változást nem értünk el. Voltak dolgok, amik nem tetszettek már a felkészülés során sem, de a legkomolyabb probléma, hogy Onovo volt Tajti vagy egy Kis nem állt rendelkezésre, ő is már a kispadon ült ugyan, de még nem volt hadrafogható. Nem volt még kellő számú igazolás sem, de a legnagyobb baj a sérültjeink. Vigyevicset arról is kérdezték, mit szól hozzá, hogy a szurkolók már igen hamar tüntetni kezdtek ellene. Nagyon sajnálom, hogy az első gól után már ez, ez az üzenet érkezett. Az eredményesség az én felelősségem persze, mert én állítom össze a csapatot, de van egy rész, amiért nem én tartozom felelősséggel. Korábban is hangsúlyoztam, hogy az újpest szurkolói nélkül nem lenne az ami, és hogy fontosak a klub életében. Sajnálom, hogy nem sikerült úgy elkezdeni a tavasz szezont, ahogy az őszit. A csapat életére nagyon rányomta a hangulatot az elmúlt 5-6 meccs. Az bánta legjobban, hogy nem tudtuk folytatni azt a munkát, amit elkezdtünk. Én sem, és a csapat sem tudom érvényesíteni száz ami bennünk van. Vannak dolgok, amiket nem tudok, vá amiket nem tudok változtatni. A Nerencváros elleni meccsig rendben volt minden, de ott valami megváltozott, más lett a hangulat, az öltöző is. Látom én is az oldalvonal mellett, hogy már a hatvanadik perc van, és változtatni kellene a játékon, de nem tudok varázsolni olyat, amivel kimászhatunk ebből. Ennek ellenére hiszek abban, hogy megnyerhetjük a következő találkozókat, hiszen ugyanazokkal a fiókkal dolgozom, akik jól teljesítettek az őszi szezon elején. Hát akkor egyébként összegzés gyanánt, október 21-e óta nem nyertünk bajnokit. Ja. Tehát, hogy ez így, ez így oké, okay, ez Duma. Oké, okay, értem, hogy nem varázsló, de azt hiszem hogy eljöttünk, vagy, elér vagy most már én is azt mondom, hogy elérkeztünk arra a pontra, hogy ezt nem lehet tovább csinálni. Mert ez az egész öltöző, ez a csapat ez így ebben a formában elveszett. Ezt ez a figura nem fogja tudni helyrehozni, akármit is csinálunk, és ugye, ahogy olvashattátok, olvashattuk, ugye a mérkőzés után, amikor a, a szurkolók e, bevárták a csapatbuszt a Megyeri úton a székháznál, Nebolysa ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy benyújtja a lemondását. Igen. Február 5-ét írunk, a Debrecen meccs előtt. Február 5-ét írunk, és egyébként mindezek dacára erre vonatkozóan semmi, de semmiféle hivatalos közlemény nincsen, hogy ez megtörtént volna. Egyébként szerintem alapjában véve ez is borzasztóan felháborító. Mármint, hogy így. Abszolút. Mármint, Abszolút. Euh, milyen emberek vagytok? De nem? Igen. Milyen emberek vagytok, bazd meg? Ezt, ezt péntek este, és hétfő van, és még mindig nincsen semmi. Ne, ez Egyébként ez tényleg az a... Ez, 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 ez mindenkinek ez, ez, mindenkinek ez, a hülyének nézése, igen. És, és elmentek a picsába. Tényleg. Tehát Roderick Ducatelé nem tud olyat mondani nekem, amikor megígérek valamit, amivel ott tudna tartani. Mert nem köpöm magam szemben. Ennyi. Uh, és hiába Akár, akárkinek tetted az ígéretet, de itt a tábornak tetted, a tábor vezetőjének. Tehát innentől kezdve, tehát tulajdonképpen a tábornak tetted. Most az, hogy egy ember ült ott veled szembe, az tök mindegy. A tábornak ezt ígérted, ezért gondolom, már nem túl jó hangulat, de hazamentek a srácok, ugye ezután az intermedze után, és ugye mindenki abban hiszem volt, hogy akkor nem Nebósa Vignyevics lesz kedden az edző. Szombat, vasárnap, hétfő este van. Eltett három nap, és nincsen semmi. Igen most ugye... és szerintem az, szerintem, az utolsó, utolsó Újpest FC, nem tudom én, Facebook poszt az, hogy 3 0 ra kikaptunk. Azóta nincsen semmi kommunikáció, igen. azóta nulla van. Igen. És ez szerintem, na ez tényleg bicskanyitogató. nyitogató. Na most egyébként, és akkor kanyarodjunk rá szerintem ugye a, 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 tulajdonos váltási bizériára, ami most szányra kapott, mert ugye megvolt meg volt a meccs. Le, le, is teszem a jegyzeteimet. Csak meg, figyelek. Igen. megvolt a meccs. Igen. Szombaton ugye megjelentek a hírek, hogy, hogy ugye elbeszélgetés volt a klubháznál, elég kemény hangulat volt, és ezzel kb. párhuzamosan, tehát rá egy-két órára megjelentek olyan a hírek, hogy újra a tulajdonos került a porondra, és hogy, hogy egy, egy, egy nagy hazai vállalat támogatásával fel fogják, ki fogják vásárolni a belgát a, a csapatból, a klubból. És és ugye hétvégén ment, mentek a, 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 a hírek innen-onnan, ugye jöttek infók, hogy a, a, a MOL, nem volt tök mindegy, tehát vala, valaki jön, hogy kik jönnek, azt még, azt még nem tudjuk pontosan, nagyjából már kezd körvonalazódni valami, de, de még ezt se tudjuk pontosan. És akkor ugye ma jött ez a hír, vagy nem tudom, tenap este, vagy ma reggel jött ez a hír, hogy a, hogy a, belga Magyarországon van, vagy Magyarországra érkezik a mai nap folyamán, ugye hétfőn, és, és gondolom ez volt az, amik, amire azt mondta, tehát lehet, hogy a vagy, vagy, írt neki, vagy nem tudom, beszéltek egymással, hogy, hogy akkor ő beadja a lemondását, stb. De gondolom ezért mondta azt a belga, ekkor mondta azt a belga, hogy jó, maradjál, hétfő jövök, megbeszéljük. Oké, hétfő este Oké, van, és még mindig nem történt meg a, a lemondás, és holnap, tehát egy le, lehet, hogy egyébként nem, nem tudom, hogy milyen tempóban fogjuk ezt feltölteni a világhálóra, ne SMS-ezd -e közben. Nem, néz, nézem, nézem, a, hogy van -e valami hogy, eh, holnap a Debrecennel játszunk bajnokit, ami egyáltalán nem lesz egyszerű. És egyébként igen, a Loki az Győrre. Ki kaptak? Ki kaptak? x et Diós Győrrel. Kikaptak. Kikaptak? X-eltek. Jó, ebben nem vagyok biztos, de ne, Debrecencsel nézem szorna. feltétlenül mindig annyira, meg egyébként megviselt ez a pénteki mérkőzés. De hogy oké, okay, akkor most is közben meg tudjuk, hogy nem lesz szervezett szurkolás ezen a mérkőzésen. Iszonyat nagy szarban vagyunk megint. Tehát, egy, nem, nem tudom, hogy ki fog ülni a kis padon, de a világ jelenlegi állása szerint nekem úgy tűnik, hogy a hazudozó Svinyevics, aki azt mondta, hogy, hogy le fog mondani, de mégsem. Igen. Oké, okay, akkor ő, ő, fogja, ő fogja kitalálni, hogy mi lesz a kezdő, és aztán akkor most játszunk egyet a, a Loki ellen, akik, hát mondjuk ki, akármilyen szomorú, ez, sokkal jobbak ebben a pillanatban, mint mi. A, döntetlen, a döntetlen egy átkozott nagy bravúr lenne ebbe a pillanatban. Tudsz, tudsz mondani olyan csapatot, aki most, hogyha nem is játékos keretben, de mondjuk mentálisan mögöttünk van? Nem? Nem, nem. nem. És ezt mondom, hogy és itt vagyunk egy újabb bajnoki előtt, ahol nekünk most már tényleg állatlan szükségünk van a pontokra. Attól függetlenül, hogy most történik-e tulajdonos váltás, vagy nem történik tulajdonos váltás, de inkább történjem, csak hogy szerintem késő van. Tehát egy időben egyébként meg rohadtul késő van. Nem tudom, hogy erről sincsen semmi info. Ha van tulajdonos váltás, akkor az miért február 5-én nincs még leütve? Igen. Miért így fogunk neki putni ennek a tavasznak? Igen. Na, abszolút egyetértek. Szóval nem tudom. Én, én, én sajnos kilátástalanságot érzek ebben a pillanatban. És nem nagyon tudom elképzelni, hogy hogyan, hogyan tudnánk holnap megrángatni a, a Debrecent. Közben nézegettem. Nézegettem a, a híreket, hogy, hogy van-e valami. Nagyjából így összefoglaljuk, hogy hogy most miket... Hát elmondhatjuk, hogy összességében igen, ott tartunk, de ezt valószínűleg mindenki elolvasta már, akit ez ez komolyan foglalkoztat, hogy elméletileg a MOL vásárolja meg a klubot. Nem tudom ez se feltétlenül egyébként, hogy mit jelent, azért sem, mert hogy azért láttuk, hogy a MOL, mint a legnagyobb szponzor a Videotonnak, hiába egy pontig pariban volt, azt hiszem a bajnoki címekért, mert hogy a lóvé meg volt rá, viszont szakmailag meg olyan típusú döntéseket hozott az a klub, ami egy idő után eléggé lemorzsolta őket. A... volt le, le, ők, a... Tehát, hogy a pénz megvolt, a szakmaiság nem volt meg. Persze. De, és... de erre, nagyon sok példát látunk az nb egyben. Tehát volt a Kispestet például. Ott volt a lóvé. Oké. Okay. Talán nem olyan mennyiségben, mint, mint de ott volt a lóvé. Mi lett a vége? NB2. És ny nyilván én is átira örülnék, hogyha megszabadulnánk a, 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 a elétől. De, de azt szeretném, hogy akik, akik a kezükbe veszik ezt a klubot, azok értsék, a helyén kezeljék, hogy miről van szó. Abszolút. Hogy, hogy mi, mi ennek a klubnak a tradíciója, hogy, 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 hogy mit vár el ettől mindenki. Hogy, nem, tehát hogy egyébként oké, le, legyen, legyen sok pénz, csak kérlek, legyen, legyen hozzáért, tehát hozzáértés is párosuljon ahhoz, hogy van lóvé, mert különben láttuk a videótonon, Megint. hogy egy ponton túl szart sem ért az egész. Szerintem, szerintem most van az a pont, Fú, nagyon sok, nagyon sok gondolatom van, és nem, és nem, akarok tényleg így spekulálni fölöslegesen, de szerintem tehát én inkább annak a pártján vagyok egyébként, hogy inkább kevesebb pénzt hozzanak, de inkább legyen szakmai munka, tudatos munka. Tegyék rendbe a kipaszott utánpótlásunkat, mert az, hogy két utánpótlásunk Újpesten, ez tartalatlan. Valahogy intézzék el, hogy legyünk egy kiemelt akadémia, hogy, hogy be tudjunk csatornázni minél több gyereket, és fel tudjunk hozni minél több tehetséget az utánpótlásból. Ez, ez az egyik fele. A másik fele az, hogy, hogy tényleg meg kell nézni azt, hogy hogy ki lesz a gazda. Mert, mert, mert nem akarom azt, hogy cseverből vederbe menjünk. És Igen, első. tehát nekem mert is ez, ez a. Ez tehát a... sok opciónk nincs. Tehát aki leteszi a pénzt, azért a buli. Oké, okay, csak olyan, sok olyan ember nem fogja letenni ezt a pénzt. Oké, okay, csak Reden. olyan tegye le a pénzt, aki, aki mint mondtam, átérzi azt, hogy miről van szó. Nekem És, és, én, ne, én, ne, tehát, hogy, és bocsánat, egyébként, te, hogy ezt mondom, oké. Okay a Kispest Pest kieshet az MB2-be, meg mint mindenki kieshet az MB2-be. Mi viszont soha büdös életben nem eshetünk ki az MB2-be. Én az életemben nem szeretném megélni, hogy mi másodosztályúak legyünk. Igen. És ez a, ez a, minimum elvárás. De egyébként meg, igen, meg, meg bajnoki címet szeretnék, és nem az utolsó 98-ból. Na, egy kis összegzés, hogy most hol tartunk. De ez, ezek nem, tények, ezek nem hivatalos infók, ezek csak amik a különböző csatornák hogy jönnek be. A Tusetelé Újpesten volt, és közölt a játékosokkal, hogy a klub eladásra kerül. Na képzelj, egyébként bocs, közbeszóltok, vagy kommentálhatom? Persze. Az... Oké, okay. milyen állati nagy buli lesz a holnapi meccs a Debrecen ellen, nem? Most képzeld el, hogy jó, ott volt az öltözőben, és elmondta, hogy gyerekek, eladat titeket mind a picsába. Igen. Nem kelletek. Maradjatok benne, utána húztok a faszba. Aha. Igen. Fú, te jó Isten. És mindezt úgy, hogy a, a brigád nagy része nem újpesti érzelmű. Persze. ez tudom, nem, nem, nem te... se tudom képzelni, hogy milyen, egy... milyen, milyen, milyen lelki állapotok vannak ott. És igen, ez megint az a pont, hogy ez nekünk fontos. Egy, egy, egy szászerének szerinted számít, hogy most MB1 vagy MB2? Hát, Amikor én, jövőre úgyis ki lesz. Basszal. Én, én pénteken láttam a szászerét focizni. Szerintem neki minden mindegy. Tehát tényleg ez, ez az állapot, hogy ha kiestek, akkor hát ugye kettőben nem, nem, fog, nem fogunk külföldéket alkalmazni, de ha meg bemaradtok, akkor meg igazából annyira meg, onnan meg úgy is szarabbak vagytok, mint hogy alkalmazunk titeket. A ezt mondom, is, ezt, hát, ezt mondom. kezdve nekik kúvára mindegy, hogy most nyernek vagy nem nyernek. Ezt mondom, hogy ez nekünk fontos. Igen. Folytasd. Oké, okay. következő pont. Egyébként ezt most a Viola Info 1880 oldalról nézem, elég jól összerakták a srácok. Ha minden jól megy, már kedden megtörténhet a szerződés aláírása. Az adásvétel folyamat a hónapokba telik, így a belga nyárig marad a klubnál, addig jól hoz döntéseket. Na, akkor er erre, van valami reakció? Hát ny nyilván egyébként akkor tudna jobb lóvét akasztani az egészért, hogyha bemaradunk maradunk az NBA-be. Igen. Ezt már, és ezt és, már lebeszéltük, azt mondom. Igen, és azt, azt hiszem ez a, a, ez a, mert, igen. Ez a hogy nyilván benne kell maradnunk. Csak amit pénteken láttunk, az alapján ez átkozottul nehéz lesz. És mondjuk szerinted kell nekik egy MB2-es Újpest? De nem, most, most, az, elő, az előbb mondtam, hogy nem most, akarom most a, a, belgán, a, belgának, a belgának nagyobb érdeke az, hogy benn maradjunk szerintem. Persze. Mondjuk a két héttel ezelőtt, vagy három hónappal ezelőtt vagy benne. Oké. Okay. Annak ellenére, hogy Vigyevics Vígy, azt mondta, hogy lemond, a Debrecen elleni bajnoki még ő fogja irányítani a csapatot. Az még kérdéses, hogy a további évben ki lesz az edző. Ezt elbeszéltük szerintem. Mm. Az új tulajdonos az MVM és az MFB igazgatósági tagja a Balázs lehet a MOL háttér támogatásával. Na, oké. Okay. Akkor nekem itt lenne az elég megjegyzésem. Tehát akkor ő a tulajdonos lesz. Mm. Nem az ügyvezető, tulajdonos, oké. Okay. Nem tudom, hogy tehát azt annyit tudok róla, minimálisan utána olvastam, hogy ez egy leggazdagabb magyar. A háttérben én nem megyek bele, de nagyjából tudjuk, hogy honnan fújja. Jaj, jaj. Ö, nekem, és itt megint én, én attól félek tényleg, nekem ez a helyzetem, hogy egy kispest leszünk. Én nem akarok kispest lenni nekem ez a félelem, hogy, hogy, ne adjuk, tehát hogy tényleg jó szakembereket nevezzünk ki a klub élére, mert hogyha dilettásokat, ilyen menedzs, menedzser szemléletű, kívülről jövő közgazdászokat tesznek kulcspozícióba, akkor, akkor ez nagyon nehezen fog menni szerintem. Ugye tényleg hogy olyan, olyan emberek kellenek, akik, akik értik a focit, akik tudják, hogy ebből a szar helyzetből, mínusz egyről, hogy lehet eljutni nullára, utána nulláról, hogy lehet egyre, és majd utána esetleg elkezdhetünk azon gondolkozni, hogy mondjuk eljutunk egy pakszintre. szintre. Aztán meg egy kicsit följebb. Aztán meg megint egy kicsit följebb. Tehát, hogyha ha, ha rögtön siker, pénzt, csillogást ígérünk jövő évtől, szerintem az egy, az egy túl nagy lépés lenne. Inkább haladjunk ja. reális léptékkel, legyünk ott három év múlva, de, de akkor legyünk ott stabilan. És le, legyenek meg a lépcsőfokazatok. Én, ja, én hát az hiszem. Az, 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 azt hiszem, egyébként ugyanarról beszélünk, és én is azt mondom, hogy igen, én örülök, hogyha elmegy a belga, örülök, hogyha elmegy a Vignevics, annak is örülök, hogyha minden olyan, olyan focista, aki egyébként átkozottul nem méltó erre a mezre, és követjük egy ideje a, 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 a munkásságet. az nem, nem nálunk játszik, hanem másik csapat rontja de kérlek, akkor, legalább, de akkor, akkor jóra váltsunk, ne, ne, pedig, ne pedig valami rosszabb helyzetre. És egyébként az is, azt is érzem, hogy van egy ilyen hurrá optimizmus azzal kapcsolatban, hogy most akkor történik valami változás, csak egyébként ez ugyanúgy, ugyanúgy beszélyes is. Igen. Egyébként most uh, olvasgatom itt a különböző fórumokat, és Pető Tamást is írják. Lehetséges edzőt. Jó, hát most Éször, Felröppent a Waltnernek a neve napközben. Igen. jó, hát röp röpködnek nevek, nyilván azt is olvashatta már mindenki, hogy a Novotni Soma hozzánk igazolhat. Nem, nem tudom. Most ezek mind találgatások, ami biztos, hogy milyen, milyen nagyszerű Újpestet szeretnénk látni újra a pályán. Igen. Úgyhogy Akárki is veszi meg, és akármit is gondol és tervez, az kurvára fontos, hogy szerintem mi szurkolók, mint, mint csak és kizárólag az, akkor leszünk nyugodtak és megbékélve, hogyha eredményesek és sikeresek leszünk. Szóval szerintem szurkoljunk ennek. Ez egy szép zárás volt. Szóval szurkoljunk ennek. Ti szurkoljatok ennek. Amint tudjuk, feltöltjük ezt az adást a Youtube-ra, meg a Spotify-ra, és aztán amint megtörténik a tulajdonosváltás, akkor a lehető leggyorsabban megpróbálunk majd mi is rá reagálni. Így van. Egy újabb adás formájában. Nehéz időket élünk, de mi a végéig maradunk. Ez különböztet meg minket, mindenki mástól. Hát akkor innen folytatjuk legközelebb. Vigyázzatok magatokra, és ja, És hajrá el, Sziasztok. Sziasztok.